egymás után kapják meg a borítást ezek a tisztítószeres palackok az Unilever nyírbátori gyárában. Az angol cég 1991 óta van jelen Magyarországon, többek között Nyírbátorban. A megye székhelyen viszont nincs brit beruházás. Paul Fox, Nagy-Britannia Budapest nagykövete először látogatott Nyíregyházára 2020-as kinevezése óta. A diplomata úgy látja, számos területen tudnának együttműködni a várossal. Úgy gondolom, hogy számos lehetőség van a különböző magyar városokban, Nyíregyházán és környékén is. Például a Máté Szalkai Specsavers gyár, vagy az Unilever Nyírbátorban. Szóval nagyon sok lehetőség nyílhat az együttműködésre, fogalmazott a nagykövet. Nagyon jó adottság. Kovács Ferenc polgármester fogadta az angol nagykövetet. Azt mondta, jelentős ipari parki fejlesztés zajlik a megye székhelyen, amely érdekes lehet brit befektetők számára is. Nagyon sok együttműködési lehetőség adódik, ezért próbáltam a város Nyíregyházát úgy bemutatni, hogy milyen kulturális lehetőségek, milyen színes itt az élet, milyen sport, milyen turisztikai, és hát ugye a befektetés a legnehezebb, de erről beszéltem a legtöbbet, hogy a mi ipari park fejlesztésünk hol tart, már jönnek, milyen virágcégek jöttek eddig ide, tárgyalásaink vannak, és hát kérdeztem, hogy brit cég még eddig nem jelentkezett, és ebben kértem a nagykövető segítségét. Az angol nagykövet csütörtökön a Specsavers cégnél járt, majd roma szervezetek képviselővel is találkozott Nyíregyházán.